1990. szeptemberében Ria néni és Gábor bácsi nagy merészen előrukkoltak egy remek ötlettel. A gyerekeket bizony tanítani kell, kicsiket toboroztak egy csapatba. Mi legyen a nevük? Bokréta! Két-három év múlva már volt kis és nagy bokréta, szerdán és pénteken este voltak a próbák. Persze nyári szünetben is felvettük a próbát. A nagy munkának meg is lett az eredménye, hívtak minket rengeteg szereplésre. Minden nyáron táncoltunk a budai várban, s többször megmutattuk magunkat városunkban. Majd jöttek a külföldi felkérések, ahová magukkal vittek minket a kévések. Izgatottan vártuk minden év májusán, kinek a neve szerepel az utazólistán. Legelőször elutaztunk Szlovákiába, aztán olasz, francia, német és Spanyolországba, majd az első bokis turnén Lengyelországba, később táncoltunk Erdélybe, Szlovéniába, Németországba. 1995. szeptemberében nagy változás történt a bokisok életében. Ránki György művészeti iskolába beiratkoztunk. Néptánc tagozatot indítottunk. Lett népdal és néprajzóra, ennek bizony a felese Móka, s akik jól tanultak és táncoltak, büszkén mutogathatták bizonyítványukat. Annak, hogy pünkösdi kiskirálylányok vannak, s felcsendül szájukból a nóta, ami száll generációról generációra. Ezért aztán minden generációnak kötelező májusban a Rába közi pünkösdölött. Az sem lehet igazi bokrétás, ki nem tudja a délalföldi vagy a somogyi csárdást.
fiúknak az üveges a mérvadó? S természetesen a sárközi karikázó. A fiúknak a széki sűrű tempó. Aztán jöhet a lőrinc révi pontozó. A listán ott van a széki, székelyvöldi, és persze a kalocsa vidéki. A szatmári és fontos megtanulandó, nincs bokis, ki ne tudná, milyen ha csörög a korsó. Ezek a lábukban vannak, még nagyobb feladatra is rászánhatjuk magunkat. Vannak, akik a fonóba énekeltek, és akadnak, kik kiszebabát öltöztettek. Jöhet még kis moldvai, ecsedi vagy szováti. Attól függ, ki jön el hozzánk tanítani. Lassan a tizedik generáció ropja a néptáncot, vannak még nekik a listán tanulandó táncok. Szatmárit, kalocsait már ügyesen járják, Somogyit, Galgamentit is lassan bemutathatják. A legkitartóbbak, kik ügyesen járják, mára mind lecserélték a kis piros szoknyát. Így aztán senki ne legyen meglepve, bakisokból áll a mai kév. A mai piccúrokat, kik már hangosan éneklik a dalokat. Büszkén mondhatja, jó néhányuk ám, nekem kévés volt anyukám, apukám.
majd 10 év múlva a felvétel a bizonyíték arra. Kitáncolt majd a bokrétába, s jár szorgalmasan táncra, közülünk kiáll elsőként kévésként a színpadra.